A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Rendhagyó módon bevezetőként mondhatnám azt is, hogy egy Sárszentmihályi lány elindul, és egy olyan szakmai portfóliót rak össze, amelyre mindenki a csodájára jár, mondanom kell, a népmeseponttól egészen a Gárdonyi Művelődési Házig, ami én azt mondom, hogy egy nagyon-nagyon fontos intézmény mostanság is Székesfehérváron. És akkor menjünk sorban. Én azt gondolom, hogy először menjünk el a Kodályba, jó? Jó. Mert az nagyon fontos nekünk. Én azt hiszem, hogy aki kis településen nőtt fel, és elindul az útján, és kellőképpen felkészül arra, hogy mi vár rá majd később fiatalként, fiatal felnőttként, aztán már szakmát, hivatást választ, az úgy tud emlékezni arra a településre, ahol felnőtt, hogy igen, az adta meg az indítatást. Így van, én Sárszentmihályon nőttem fel, és ott a helyi általános iskolába jártam, és onnan ne kérdezd, hogy miért, de a Kodályba vezetett az utam, valószínűleg ez egy ilyen isteni sugallat volt, és én azt gondolom, hogy ott kaptam meg ezt az éneket, ezt a néphagyományhoz kötődő mindenféle egyéb vonzalmat, és ott nagyon, nagyon nagy volt ez a közösségi lét, az a közösségi erő ott a Kodályba. Akár csak magába az intézménybe, a tanórákon, akár az, hogy már egy kórusba voltunk, nagyon sokat mentünk szerepelni, fellépni a kóruspróbákon, egy olyan közösség épült ott, ami azt gondolom, hogy nagyon meghatározza az ember életét. És nyilvánvaló, hogy a népi kultúra azért már beköszönt neked ideje korán, hiszen azért nagyon fontos, hogy ha valaki úgy nő fel egy kisebb településen, hogy minden egyes kimondott szó fontos, már pedig Sárszentmihály is ilyen, természetesen nem csak Sárszentmihály, az, amikor hivatást, szakmát választ, akkor bizonyos mértékben sokkal inkább tud elmélyülni. Így van, én ott az általános iskolába kezdtem a néptánc szakkörön, és ott szerettem meg aztán a néptáncot és a népi kultúrát, és nyilván ez erősödött tovább a Kodályba, majd bekerültem ugye az Alba Régia Tánc Együttes utánpótlás csoportjaiba, úgyhogy nekem igazából a gyerekkorom és a tinédzserkorom az ebbe a kultúrába köszönt be, és igazából ebből is nőttem, és a mai napig azt gondolom, hogy ebből táplálkozom, hiszen nagyon fontos ez nekem is, és azt is, hogy a mindennapokban is tovább tudjam ezt adni, és aztán a Kodályból pedig tanítóképzőre jelentkeztem, és tanítóképzőt végeztem. A felsőfokú tanulmányok többet adnak, mint tanulást. Én azt gondolom, hogy megerősítést is, főleg, ha az ember jól választ hivatást magának. Nálad így történt. Így van. Én nagyon szerettem volna tanító lenni, és igazából arra tudok visszaemlékezni, amikor negyedik osztályban voltak már ilyen fordított órák, hogy mi tarthattunk és mi taníthattunk, és ugye a pedagógus is beült az iskolapadba, és én valahol ott határoztam el, hogy akkor én szeretnék tanítani. És aztán én végeztem is a tanítóképző főiskolán, és hát visszakerültem Sárszentmihályra ugyanoda tanítani, ahol én is tanultam, és nagyon sok pedagógussal, aki még engem tanított, utána együtt dolgoztunk mi ott. Helga, mindig mosolygott a szemed? Azt mondják, hogy igen. Nem, mert ez csoda pillanat mindig találkozni veled, és nem csak én, hanem nagyon sokan rácsodálkoznak, hogy tényleg mindig mosolyog a szemed, pedig nyilván vannak nehéz pillanatok. Ugyanakkor hadd kérdezzem meg az informatikát az ELTE-n, miként választottad? Tudtad már, hogy ez a 21. században a jövő útja? Nem, abszolút nem, és nem is így választottam. Engem mindig érdekelt a technika, ha bárkinek segítségre volt szüksége, akkor nagyon gyorsan ráállt úgy a szemem, a kezem, és én szeretem, és a mai napig is szeretem, és nem okoz problémát se egy okostelefon, se egy tévé, semminek a beüzemelése, és akkor ott lehetett ugye választani, előérettségiztem informatikából, és egy picit ennek a szeretete is megmaradt. A tanítást
néptánccsal kezdted. Nyilvánvaló, hogy ez egy fontos időszak az életedben, a létedben, hiszen néptánc szakkört vezettél, és azért 6 évet töltöttél el ezzel. Honnét jött a gondolat, hogy váltanod kell? Hogy ez szintlépés volt számodra, vagy egész egyszerűen azt gondoltad, hogy most ki kell próbálnom magam egy másik körben? Nem, azt gondolom, hogy ez is ilyen véletlenek sorozata. Én az iskolában nagyon sok mindent vállaltam, a diák önkormányzat vezetését, nagyon sok programba részt vettem azoknak a lebonyolításába, és én mindig az a pedagógus voltam, aki szerettem szervezkedni, jönni, menni, intézkedni, és tényleg abszolút véletlenül jött elő elém egyébként egy közösségi oldalon a népmesepontnak a szakmai megvalósítójának a hirdetése, az álláshirdetése, és ott volt egy ilyen fordulat, és elgondolkodtam azon, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnám magam egy másik területen is, és megpályáztam ezt az állást. Ugye gondoltam, ott a népmesék, a népi világ, a néphagyományok, hogy egy picit kipróbálni egy másik utat is. Ez teli találat volt, hiszen ma is csodájára járnak a Gárdonyiban annak a teremnek, és ha még hozzátesszük azt a szakmai programot, ami a vezetéseddel megvalósult, én azt mondom, hogy sokkal többet köszönhetünk neked, mint amennyit egy ilyen beszélgetésben ki tudnánk fejezni, mert hogy én azt hiszem, hogy ebben a felgyorsult világban a népmesének olyan különleges és borzalmasan nagy, rossz ez a jelzőszerkezet, de nagy szerepe van, ami, mert hogy valljuk meg, hogy a felgyorsult világban mi elfelejtettünk mesét mondani, elfelejtettünk mesélni, és különleges kihívás az óvónéniknek, az alsós tanítónéniknek is ez, hogy újra megtanulják ők maguk is, és hát a vezetéseddel pedig a Gárdonyiban ez mindez megvalósult. Igen, és tegyük hozzá, hogy azt gondolom, hogy a gyerekek is egy picit ennek a hátrányát érzik, és nem tudnak mesét hallgatni, hiszen nagyon, nagyon kevés mesét hallanak, és pont ezt igyekszünk ezekkel a versenyekkel, pályázatokkal is felhívni erre a figyelmét, hogy nagyon-nagyon fontos szerepe van a mesének, hogy hallgassák a gyerekek, hogy miközben hallgatják, az a kép az ott pörögjön a szemük előtt, és tudjanak mesét hallgatni. És nyilván emellett pedig a mesemondó versenyeknek a másik nagyon nagy erőssége, én azt gondolom, nem csak az, hogy megtanul egy szöveget, hanem az, hogy kiáll idegen emberek elé, hogy közben a szókincsét bővíti. Tehát nagyon-nagyon sok pozitív hozadéka van ezeknek a versenyeknek is, mind a mellett pedig a meseíró pályázatoknak is. Fogunk még erről beszélni, de egy kicsit essék szó a Gárdonyiról. Amikor munkahelyet választottál, nyilván a népmesepont volt az alapvetés, aztán változtak az idők, első számú vezetőként meg kellett birkóznod azzal, hogy bizony Maroshegy egy kicsit más, mint a belváros, nem kicsit nagyon. Ráadásul azzal, hogy a Gárdonyi Géza művelős, tehát az Ikarus tulajdonképpen elveszítettük, ezt mondom minden székesfehérvári nevében, azok az eddigi fajsúlyos kulturális események, amelyekhez az Ikarusnak köze volt, tehát én még emlékszem rá ezekre, azok megszűntek létezni. Így viszont meg kellett hódítanod valamennyi Maroshegyen élő korosztályt. Tehát a családokat és természetesen a nagymamákat, nagypapákat egyaránt. A népmesepont az adta magát, hiszen a gyermekek és szüleik ott voltak. Hogy sikerült ezt, tehát ez egy folyamat volt, és el kellett indítani? Így van. Én azt gondolom, hogy ezt a vezetést is a mai napig tanulom, hiszen nem voltam ilyen szerepkörbe ugye előtte, tehát pedagógusként jöttem ugye a népmesepontra, ott szakmai megvalósítóként dolgoztam, és azt gondolom, hogy egy nagyon nagy lehetőséget kaptam, amit akkor azt gondoltam, hogy akkor megpróbálom és kipróbálom, hogy működik-e ez. És így van, a Gárdonyiba, és az is volt ugye nagyon, szerintem még a honlapon is ez van, hogy szeretném, hogyha minden korosztály helyet és programot találna nálunk a Gárdonyiba. És ez a nagyon nagy feladat, hogy a legkisebbektől kezdve tényleg az idősebb korosztály is mindenki programot kapjon magának, ugye ezen dolgozunk minden nap.
És én ezt mindig elmondom, és nagyon fontosnak tartom, hogy a Gárdonyi vagy bármelyik intézmény az nem csak a vezetőtől jó, hanem azoktól az emberektől is, akik napi szinten ott vannak, és ugyanúgy a szívüknek és lelküknek érzik azt, hogy mindenki otthon érezze magát a Gárdonyiba, mint ahogy nekem is. És azt gondolom, hogy ettől működik ez nagyon jól. Igen, mert hogy azok a programok nagyon-nagyon fontosak. Tehát azért most már mi is megtapasztaltuk, hogy számtalan olyan csoport van, fafaragók, és így tovább nem sorolom. Viszont ami nagyon-nagyon fontos, hogy a könyvtár. Ugye a könyvtárakról hajlamosak vagyunk megfeledkezni, természetesnek vesszük, hogy egy-egy település részen van könyvtár, de ez nem egészen úgy van. A Gárdonyi könyvtár, az mondom, egy különálló városrész könyvtár egyik oldalról, ahol természetesen számtalan program is várja az olvasókat. Így van, és nem csak programok. Az egyik, amit nagyon kiemelnék, az a Liget Műhely Olvasóklubunk, amit jelenleg Fazekasné Sin Györgyi vezet, és pont most Fazekasné Sin Györgyi vezet, és pont most volt 10 éves a Liget Műhely Olvasóklub, ahol most már több mint 25 fő jár, akik folyamatosan tényleg a magja ennek az olvasóklubnak. És természetesen igyekszünk a gyerekeket is bevonni, tehát gyerekkönyvklubunk is van, valamint ami nagyon fontos nálunk, és én azt gondolom, hogy a mai világban ez egy ilyen nagyon fontos dolog, hogy nálunk lehet társasjátékot kölcsönözni, diafilmeket, diavetítőt, papírszínházat, papírszínházi meséket. Ezekért nagyon-nagyon sokszor jönnek a szülők, és a gyerekek kérésére is sokszor a szülőket ők vonják be a könyvtárba. Változott egyébként a világ abban az értelemben, hogy másfajta programokat kedvelnek a Gárdonyiba járók? Igen, ugye volt a covidos időszak, ott is igyekeztünk online programokat kínálni, illetve olyanokat, amin csak át kellett venni a kis csomagot, és otthon el lehetett készíteni, egy kicsit barkácsolni. És most a Covid után igyekszünk egy picit megint visszahozni ezt a közösségi létet. De azt gondolom, hogy minden embernél nagyon fontos ez, hogy közösségbe legyen, hogy beszélgessen, hogy másokkal találkozzon. Úgyhogy ez az, ami én azt gondolom, hogy nem változik. Tehát nyilván barátságok születnek, és most már egy csoportokat alkotók barátkoznak egymással, a gyerekek nem, különben a szülők is, és ez a nagyon-nagyon fontos. Mint ahogy az is, hogy mennyit tudtál hasznosítani abból, amit az előző vezetés meghonosított a Gárdonyiban. Hiszen nagyon is jól tudjuk, ugye, hogy az Itted Rá meg az összes többi az elindult, tehát ez egy folyamat része volt. És itt most nem csak feltétlenül Szkádi Erikára gondolok, hanem az előző időszakra is. Így van, ugye Adorján Viktor idejében indult el akár csak a Böndörödő, vagy akár csak a meseíró pályázatok és a mesemondó versenyek. Én ezeket igyekeztem megtartani, és nagyon szeretik is egyébként a hozzánk érkezők. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy picit a régiből is, meg egy picit az újból is így vegyítettünk. Úgyhogy a Böndörödő, a Családi Mesenap, a Tündérszó meseíró pályázat, a Tolpihe meseíró pályázat, az Óferenciás Vármegyei mesemondó verseny, ezek mind-mind megmaradtak, amik régi programok is voltak. Nagy kihívás egyébként, vagy fontos, hogy mindig újdonságot adj, vagy pedig ezek a tradicionális találkozási pontok megfelelőek ahhoz, hogy a maroshegyiek és a városból kijárók, mert olyanok is vannak, megfelelő programokat kaphassanak. Én azt gondolom, hogy mindenképp kell vegyíteni. Azért is, hiszen folyamatosan változik a világ, folyamatosan változnak az igények. Az, ami bejött, és ami jó, és ami úgymond régi, azokat nyilván hagyjuk meg. Viszont volt olyan program, amit elhagytunk, mert hogy az már ma már nem annyira működik, és nem annyira volt rá érdeklődő. A pályázatok a mostani világban nagyon-nagyon fontosak. Vannak-e olyan megfelelő pályázatok, amelyek segítik a munkátokat? Abszolút, ugye mi egyesületként működünk Maroshegyen, úgyhogy a mi programjainknak a nagy része azok pályázatokból valósulnak meg. Így van. Ugye itt gondolok nagyon sok állami és városi pályázatra is. Igen, ezek fontosak. Egy kérdés, és utána bemegyünk az épületbe, de a Böndörödön akkor jut eszembe, hogy ott van a hatalmas nagy tér. Ugye már számtalan gondolat született arról, hogy kéne annak kinéznie. Történt előrelépés. És pluszban meg hadd kérdezzem meg, hogy ha bemegyünk, akkor az egy csoda. Viszont a külső állapota, állaga az épületnek meglehetősen lesújtó.
Igen, a külső állapot, igen, ugye ez egy önkormányzati épület, és folyamatosan dolgozik azon a városvezetés és Maroshegy önkormányzati képviselője is, hogy méltán megújuljon és végre megújulhasson ez a ház, úgyhogy ezen nyilván dolgoznak a háttérbe. Amivel viszont tudunk gazdálkodni, az így van, az most már az M-Tóth István tér, ami ott van előttünk, ez a nagy zöld füves terület, úgyhogy mi a két nagy rendezvényünket azt általában mi ott szoktuk tartani. Bízunk mindig a jó időbe, de természetesen azt is meg tudjuk oldani, hogy ha esetleg nem jó az időjárás. Igen, hát azt szépíteni kell, mert M-Tóth Pista azért híres volt az elkötelezettségéről, és fentről biztos, hogy letekint rá. Így van, egyébként most került ki pont a hetekbe egy nagyon szép játszóeszköz, egy mászóeszköz a ház elé, úgyhogy hamarosan az is most már megnyitásra kerül, úgyhogy azt is használhatják a Maroshegyen élők. No, és ahogy mondtam, akkor azért menjünk vissza. Hol látod a fejlődési lehetőségeket? Hiszen nyilván azért maximálisra törekedtek, és ez így is történt mindez idáig, de hát mindig van feljebb. Mindig van feljebb, igen, és mindig tervezünk is, de ugye, mint ahogy említettem is, hogy nekünk a programok nagy része pályázatokból van, úgyhogy nagyon-nagyon sokat pályázunk, akár kisebb felújításokra, most például az a nagy termünk, amit tudunk használni, ott a 22-es, 23-as terem, ott most sikerült felcsiszoltatnunk és fellakkoztatnunk a parkettát, tehát hogy ilyen belső újításokat mindig igyekszünk végezni, akár tisztasági festést, hogy belül, amikor belép az ember, akkor tényleg jól és otthon érezze magát. Igen, hát ez alapvetés, a másik pedig, hogy egy ilyen tradicionális épületben a tradicionális programok mellett mindig kell, hogy legyen újdonság. Terve van olyan tervben, amire felkapom a fejem én is? Hát bízom benne, és hogy el is látogatsz hozzánk. Nagy tervet most nem tudok mondani, ami van, és amit mindenképp szeretném, az, hogy a népmesepont az mindenképp tovább működjön. Az nekem tényleg egy ilyen szívem csücske hely is, ott a magába, a Gárdonyiba. Nagyon mennek most nálunk a kézműves foglalkozások, különféle néphagyományokat megismertető kézműves foglalkozások, úgyhogy ezekből még biztosan fogunk többet is létrehozni. Illetve másik nagy szívügyem lehet, hogy ez tanítóként és pedagógusként is, hogy nyári táborokat szervezzünk, hiszen azért ott a szülőknek közel 10 hetet kell megoldani felügyeletbe, és olyan felügyeletbe, hogy a gyerekek minőségi dolgokat kapjanak. Úgyhogy a mi táboraink tényleg szerencsére is nagyon örülök neki, mindig házasak, és nagyon sok gyerek jár vissza hozzánk, mert szeretnek hozzánk járni. Igen, ez módszertani kérdés egyik oldalról, másik oldalról pedig nagyon is emberi történet. Igen. És ez nagyon jól van így. Tehát tulajdonképpen hiányzik-e valamelyik korosztály? Mert én azt láttam, hogy nyugdíjasok vannak, a töpörtjük vannak anyukákkal, apukákkal, és a klubok zöme pedig ilyen értelemben vegyes korosztály. Így van, felnőttek is vannak, ugye pont ezért ugye a kézműves foglalkozásokon. Akiket nehéz megszólítani, az a tinédzser korosztály. Őket egy picit még nehéz. Volt régen kultúrdiszkó, amire ők nagyon szerettek járni, úgyhogy ez, amit most úgy bízom benne, hogy azért szeretnénk visszahozni, és bízom benne, hogy meg is fogjuk tudni valósítani. Szóval aki így egy picit kimarad, ez a tinédzser korosztály. Amikor a népmesepont rád talált, és te pedig a népmesepontra, és így kart-karba öltve csodát hoztatok létre, akkor gondoltad volna, hogy ilyen sikert arat, és ha visszatekintesz, akkor van-e olyan, ami hiányérzetet szül benned, és mi az, ami megerősít a hétköznapokon? Mert azért valljuk meg, hogy egy művelési intézményben minden hétköznap ünnep. Igen, így van. A népmeseponttal kapcsolatban abszolút nincs hiányérzetem, tehát amikor én oda kerültem, és az előző vezető Iszkádi Erika, és ott az akkori csapat, mi ott nagyon jól együtt tudtunk dolgozni, és nagyon úgymond egy rugóra járt az agyunk, és azért is lett, én azt gondolom, ez tényleg ilyen nagyon mesei ez a hely, és egy nagyon szuper hely kinézetre is, és egyébként is. Nagyon jó, hogy nagyon sok gyerekcsoport jött hozzánk, rengeteg kapcsolatot tudtunk építeni ott a helyi iskolákkal és az intézményekkel. Úgyhogy ezzel kapcsolatban egy abszolút nincs hiányérzetem.
Amivel én kikapcsolódom, és igen, mindig ezt szoktam mondani, hogy nálunk nem 8-tól 4-ig tartó munkaidő van, hanem mi akkor dolgozunk, amikor más már pihen. Tehát általában a hétköznapok délutánján, illetve a hétvégén. Amivel én kikapcsolok, az maga az oktatás, ami megmaradt az életemben, hiszen az Itted Rá programnak vagyok az egyik oktatója és a foglalkozás vezetője. Úgyhogy gyerekeket is, gyerekekkel is van kapcsolatom, illetve felnőttekkel, pedagógusokkal is ilyen téren. És a család? És a család, így van, ahova tudunk, együtt megyünk. Mi nagyon sokat szeretünk kirándulni és menni, és újabb tájakat és vidékeket felfedezni, úgyhogy ahova tudunk, oda mindig együtt kirándulunk. No, én pedig azt mondom, hogy ahova tudunk, akkor mi is oda menjünk, tehát ha tudunk, akkor menjünk a Gárdonyi Géza Művelődési Házba, mert csoda programok vannak, és Helga, neked, illetve a munkatársaidnak is köszönhetően, ezt nyilván nem mondok ezzel újdonságot a székesfehérváriaknak, és ezt először is köszönöm, másrészt pedig köszönöm, hogy megtiszteltél. És hajrá, nyilvánvaló, hogy a legközelebbi programon ott leszünk. Én köszönöm, és szeretettel várunk mindenkit a Gárdonyiba. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Szilvási Grund Helga volt, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház igazgatója. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.